De eljut a következő ponthoz, hogy a munkások és a média viszonya mi volt, és hogy mi most. És ha megfigyeljük, hogy ezek a médiumok általában, hogyha megszólaltatnak bárkit bármilyen kérdésben, vagy hogy kiket mutogatnak meg, kinek a véleménye hangozhat el, az mindig ez a fajta középosztály. Ennek a középosztálynak van egy másik neve a mozgalomban, ezt úgy hívják, hogy a professzionális menedzseri osztály, én is ebbe tartozok, úgyhogy nagy szerencsétek van, hogy a bal oldalon állok, nem pedig a jobb oldalon. A professzionális menedzseri osztály az igazából nem végez termelői produktív munkát, ezért van az, hogy igazat adok a kék kaléros munkásnak, hogy nem néz engem munkásosztálybelinek, mert valóban nem vagyok pozíciómnál fogva. Nekem az lenne a dolgom, hogy a kék kaléros valahogy így vagy úgy leszabályozza. Ebbe beletartozik az összes tanár, az összes menedzser, az összes marketinges, beletartoznak az orvosok, és ahogy még tudod folytatni a sort, mindenki, aki ennek a nagy termelési gépezetnek igazából nem a termelés részén van, hanem az elosztás és a fogyasztási végén. És úgy lett kialakítva az elmúlt 60 évben ez az egész dolog, hogy ez a fajta osztály akkor tud feljebb kapaszkodni, még sosem fog csatlakozni a tőkés osztályhoz, csak a tőkés osztály bizonyos privilégiumait élvezi, azért cserébe, hogy nem rendőri eszközökkel, de kvázi rendőröktől örökölt eszközökkel beszabályozza a kék galérosokat. Elmondja neki, hogy kell viselkedni, elmondja neki, hogy mit helyes enni, elmondja neki, hogy ne beszélj ilyen csúnyán, elmondja neki, hogy mostantól he-she it, így a gender, úgy a gender, úgy a woke, úgyhogy átutalva az Atisnek az előadására, ezért szakadnak a baloldali pártok a woke mentén, mert a kék gallér, fehér gallér szétszakadást és osztályellentétet proxy háborúzzák le kvázi ezeken a kérdéseken, ami nyilvánvalóan nagy örömmel csámcsog ez a média, mert hogy annyi beszélgetés van arról, hogy legyen a média mennyire diverz, legyenek benne feketék, legyenek benne melegek, ez a fejlett nyugaton megy, nálunk még nem annyira, van egy-kettő tokáncigány, akik beemelnek így az értelmiség körébe, de ők sem annyira, mert a közönség azért még mindig egy kicsit így rasszista, és ez nem a munkásosztály rasszizmusa, hanem a középosztály rasszizmusa. De olyat föl nem vetett ember Jeremy Corbynon és Bernie Sanders kivéve, hogy mi lenne, hogyha a média nem csak olyan emberek végeznék, vagy csinálnák, akik felső középosztálybeliek. Ugyanis a médiában kurva keveset fizetnek, és ha megnézed ezeknek az embereknek a vezetékneveit, akkor mindig azt fogod látni, hogy ha ő keveset is keres, azért csinálhatja ezt, mert a szülei gazdagok. És ez egy olyan rákfene, ami rengeteg állami szektort is már elért, a szociális munkában is például nagyon brutálisan jelen van, de az a lényeg, hogy szisztematikusan a munkásosztály hangja és a reprezentációja meg lett semmisítve.